el, hogy a mai nap egy nagyon izgalmas programra fogunk menni, még hozzá elutazunk, és ez olyan lesz, mint egy nyaralás, csak ez ősszel történik, szeptember van, és ezt a kislabdát kikészítettem, hogy mindenképp szeretném elvinni, itt már bent ülök az autóba, és még nem fogom nektek elárulni, hogy hová fogok menni, de azt viszont elmondhatom, hogy ott is fogunk aludni kettő napot, úgy, hogy már alig várom, hogy odaérjünk. Itt egy kicsit elámosodtam az autóba, és a gazdijéke kicsit idegesek lettek, mert hallottam, hogy azt beszélik, hogy hogy kerültünk mi Szlovákiába, amikor nem is Szlovákiába megyünk, hanem Magyarországra. Hát mondom, ezek eltévedtek, itt négy bajok lesznek. Úgy, hogy most itt már kicsit izgultam, de tudjátok, miért történik az, hogy eltévednek? Azért, mert autóval megyünk, kis közben nem tudom jelölgetni az utat, mert ha megjelölgetném, akkor biztos, hogy nem tévednénk el. Aztán visszaértünk havalosan Magyarországra, és itt megkönnyebbültek a gazdiek. Ó, és itt már látjátok is, hogy hol vagyunk, ismerősektek ez a hely? Igen, igen, itt vagyunk Esztergomba, és ezen a hidon kellett visszamenni. Nézzétek meg itt, mennyit kellene úszni, hogyha belásnék. Aztán itt hol egy finomnak tűnő cukrászta, amit majd a gazdiek ki fognak próbálni, és jövünk is a szálláshoz. A szállásunk itt Esztergomban a füge kuckó volt, ami képzeljétek el, hogy egy barát szálláshely, úgy, hogy most gyorsan kiszállok az autóból, mert múltkor emlékeztek, hogy lepasszultak a mamához a gazdék, amikor elmentek utazni. Mondtam, hogy most biztos, hogy nem fogtok otthon hagyni, úgyhogy ezt az utazást én szerveztem a gazdéknak, és most egy olyan programot szerveztem, ami csak barát, és csak olyan helyre fogunk elmenni, ahová én is jöhetek, aztán most gyorsan készálltam, és itt körbe is nézek, mert kérzétek el, hogy ezen a szálláshelyen a kert van, hogy itt aztán a kutyusok jókat tudnak futkosni és szaladgálni, de először be fogom nektek mutatni a kertet, hogyha van kedvetek, akkor gyertek velem, nézzétek meg, mert nagyon szép, és utána meg fogom mutatni nektek a házat is belülről, mert ez egy olyan kis házikó, ahol csak mi vagyunk, Nézzétek meg, milyen szép terasz van, így fogok majd reggelizni, meg este is ide fogom kiülni. Közben elmondanám nektek, hogy ide, hogyha szeretnétek jönni, akkor tudtok foglalni, és a foglalási információk pedig a leírásban, illetve a kommenteknél lesznek, de ide is kifogom tenni az elérhetőséget, és akkor meg tudjátok nézni. Az is szerintem egy nagyon fontos információ a szálláshelyek kapcsolatban, az az, hogy bármekkor a kutyus jöhet, itt nincsen kikötés, hogy kicsi vagy, nagy vagy, hosszú szőröd van, vagy rövid szőröd van, akkor is jöhet, és tud szaladgálni, de mutatom is. Most pedig a gazdi segítségével meg fogjuk nézni a házikot belülről is. Nézzétek meg, mennyi külőhely van, hát ez nagyon kellemes, és egy nagyon csöndes helyem van, és itt aztán senki nem fog minket megzavarni. Persze, én itt már nyomoztam, és körbenéztem, mert engem nagyon érdekelt, ameddig Kanszi kinyitja az ajtót, csak sikerül neki bejutni, aztán már megy is befelé, mondtam neki, hogy vegye le a cipőt, ez nagyon fontos, mert koszos lábbal nem megyünk be, persze én begyalogoltam. Nézzétek meg, itt van egy édes kis nappali, de Na gyerek azt gyorsan mutassuk meg a nézőknek, milyen aranyos, itt fog ma aludni. De szép, hát ez nagyon hangulatos kis házikó, és ide aztán jöhetnek a kutyusok, ó, itt úgy látom, még ajándékot is kaptunk, mindjárt meg fogjuk nézni. Aztán képzeljétek, hát van itt egy ilyen ajtó kutyus, hát én egyszerre beleszerelmesedtem, aztán mondtam neki, hogy még később jönni fogok, és meg fogom nézni őt közelebbről, de először nyomoznom kell, mert mindig, hogyha bejövök valahova, jó alaposan meg szoktam nézni mindent, fölmegyek ide a kanapíra, mert szerintem nem bánják, hogy én ide föl fogok ülni, s úgy döntöttem, mert annyira puha és kényelmes, hogy itt fogok aludni, de még muszáj megnéznem mindent jól. De gyerünk, hopp! Ha nézem, mik vannak még itt, mert az hölgyeg is nagyon kellemes, ide majd le fogok feküdni, és nagyon szép színe van, pont olyan, mint a szemem. Aztán megnéztem, mint az asztalt, és menjünk be a hálószobába, a gazdék pedig itt fognak aludni, kapcsolt fel a lámpát, itt is szürnyen van, hogy pont befélek az ágy alá, úgyhogy én az ágy is meg fogom nézni. Már megyek is be. Ez a rám hogy nem menjél merlin, Berlin, aztán itt már jövök is kifelé, de majd még meg fogom mutatni később. Hát ez a szőnyeg nekem nagyon bejön. Háromszor és négyszer is megnéztem, csak tudjátok biztos, ha mi biztos. Aztán fölmentem utána az ágyra. Hú, lehet, hogy nem fognak örülni, hogy fölmentem az ágyra, de csak megnéztem. És ezt nézzétek, milyen kutyás fal. Hát ez bózasztóan aranyos. Nekem is kell ilyen otthonra. Nézzétek meg, mennyi edény van, tányér, azt sem kell ide hozni, hogyha jöttök. Semmit nem kell hoznotok. Csak magatokat, meg a kutyátokat. És képzétek el, hogy jutalomfalatot is kaptunk, mert a gazi, bot. Ezt majd biztos meg fogják kóstolni, mert grillezni is fognak. Képzétek el, hogy van grillezés. Ó, és ezt a jutit majd egy videóba fogom megkóstolni, majd meg fogom nektek holnap mutatni, mert szerintem holnap fogom megkóstolni ezeket a fügekuthó egyébként egy édes kis kutyáról lett elnevezve, itt van a képen. És képzeljétek el, hogy ő nem irigy, kölcsön adja a játékait is, úgyhogy én egy kicsit most itt megnyalogattam őket, most már az én nyálam is rajta van, kaptunk tányért törőközőt, és itt most megnézem ezeket a játékokat, de szerintem majd este fele fogok játszani velük, csak ilyenkor meg kell néznem, hogy milyen játékok vannak, mert engem nagyon érdekel, de én hoztam saját játékokat is, az előbb őrcímet is elhoztam. Nézzétek meg, milyen aranyos, hogy adja. Én nem biztos, hogy kölcsön adnám a játékaimat, mert én egy kicsit így szoktam lenni, de ez a kis maci, vagy nem is tudom, mi ez jó puhának tűnik, ezt majd lehet nyalogatni fogom este. Aztán itt a tálka, itt vannak még egyéb játékok, itt van egy kis kocsa. Hát én imádom a kiskacsákat, ezt úgy is tudjátok. Ezzel biztos, hogy fogok játszani. Gumis játék, azt is ki fogom próbálni. De most nekem ez a kiskacsa nagyon tetszik. Hú, milyen illatok vannak itt. Hát ehhez egy nagyon-nagyon jó hely. Ezzel a másik kutyus is játszott. Aztán megmutatnám nektek, hogy itt még a WC papír is ilyen díszített. Hát a gazdéknak ez nagyon tetszett. Aztán végre eszükbe jutott, hogy miért van rajtam a kis utána meg akarom nektek mutatni, már itt vagyok kint a bejáratot, ezen az úton kell bejönni, egy ilyen kapunk keresztül, itt az autóval is be tudtok állni, hogyha jöttök és biztonságban van, Persze, én szoktam őrizni itt a kaput, hogy ha esetleg valaki bejönne, de ide aztán senki nem akar bejönni, csak az, akinek itt van a szállása. Aztán nézzétek meg, milyen szép erdei fás környezet. Most meg fogom nektek mutatni itt kint a kertet, mert én már körbe jártam, és már mindent tudok. Egyébként nagyon szép őszi tiszek vannak. Viki és Edi, a szállásadó, gondolt arra, hogy nagyon szépen kidek kidekorálják így ősszel a szállást, és ezt nézzétek meg, milyen aranyos. Ez biztos, hogy ők készítették, nagyon-nagyon szép, és ott volt rajta füge is. Itt vannak kutyatányérok kín, és hogyha például szaladgáltok és megszomjaztok, akkor be tudtok kolcsolni. Hát a gaz titani koktét rakott bele, nekem az a kedvencem, mindig azt szoktam inni. Úgyhogy ide is azt hoztam. Itt van néhány lépcső, itt le kell szaladni, és itt a gazdék már készülődnek a brélezéshez, és azt is meg fogom nektek mutatni, hogy mit készítünk. Hát a gazdék vettek a boltba ilyen a husikat, és azokat fogjuk meg grillezni, úgyhogy én már alig várom, és javaslom nektek is, hogyha idejöttek, akkor próbáljátok ki ezt mindenképpen, mert ez egy nagyon jó program, és szerintem a kutyának is jut belőle egy kis finomság. Hát lehet, hogy ez most csirkehusi, és ebből nem tudok enni, Viszont én itt figyelem, hogy hogyan készül a tűz, aztán utána, hogyha már nem lesz ilyen nagy lángja, akkor főteszik rá a húsikat, addig én körbenézek, szabogatok, mert ezt a sarkot itt még nem néztem, hát itt már este fele van, mert ezt az első napot ilyen kis pihengetéssel, csillezgetéssel töltöttük, mert holnap fogunk elmenni ott kirándulni, de arról is fog készíteni majd egy vlogot, úgyhogy ennek lesz egy második része is, Hát szerintem ki fogom próbálni ezt a kanapét is, mert egyből fel is pattantam ide a kanapéra, hát majd itt szerintem lyukat fogok pihenni, hogyha lesz rá időm, át le is ülök ide. Ezt javaslom nektek is, hogyha kutyák vagytok, hogy nézzétek meg, próbáljátok ki, de rá lehet feküdni. Aztán itt szaladtam föl, mert itt is körbenézek még egyszer. Hát nekem ez az egész nagyon újdonság, mert képzétek el, hogy nekem otthon nincsen saját kertem, és ez most újdonság, és megkértem a gazdit, hogy egyszer én is szeretnék most saját kertet magamnak, olyat, ahová bármikor lemehetek, és nem kell mindig azt várnom, hogy pórázó tegyenek meg ilyesmit, menjünk be. Itt bármikor kibe mehetek, hát itt a gazdit utána kinyitotta az ajtót, aztán itt beszéltük, hogy már csilke csirke húsit lassan le lehetne vinni. Nézzétek meg ezt a helyet! a hangulatosak a fények, főleg ilyenkor este nagyon szép. Aztán itt körben nézegetünk. Még egyszer jó alaposan kipróbáltam a kanapét is. Hát szerintem ezt ti is próbáljátok majd ki, és itt ugattam, mert itt azt is szabad képzeljétek mert senki nem szólt rám, hogy ugatok. És most meg fogom nektek mutatni a fürdőszobát, mert ott is vannak érdekes dolgok, például egy kutyás kép. Mondtam a gazdinak, hogy ilyen nekem is fog kelleni, hogy még a fürdőszobában is rám gondoljanak, itt van a tusoló, itt a gazdi. Nézzétek meg, még a pólója is tacsis. Aztán mondtam neki, most már menjünk lassan kifelé, mert meg kell nézni, hogy hogy áll a vacsora, mert engem nagyon érdekel, és engem kértek meg, hogy ellenőrizzem a vacsorát. Itt van egy győszitök, mert ma ilyen szép dekorációk vannak. Itt téged szefőpattantam az ágyra, körbenéztem, szaladgáltam, és mondta a gazdi, hogy ne ugráljak, mert azt nem szabad, inkább majd letesz engem, és még egyszer megmutatom a falat, mert nagyon tetszik, meg ez a kis kutya is majd jövök hozzá. Aztán szólt a gazdi, hogy most már végre lehet hozni a húsit, úgyhogy szálltunk fel másik gazdival. Én természetesen segítettem neki, mert hát én voltam itt a fő, aki figyelte a vacsorának a folyamatait, a mellén sív. De mondjuk itt most nem annyira dolgoztam, mert a gazdiékra bíztam, csak azért figyeltem, hogy jön a húsi, már hozzá is ide már szét is várják, mert az ilyen pácolt húsik képzeljétek el. Most, itt már kezdtem én is megéhezni, és mondtam, hogy a konszervemet is lassan szeretném majd megenni, meg a kiskötényemet hőkének tenni, mert hát azért az úgy sokkal elegánsabb lenne. Most majd olyan sokan vagytok itt az oldalon, hogy nagyon fontos, hogy jó nézzek ki itt a videómpa. Itt figyeltem a gazdíjékat, utána felültem, mert elmentek, és mondták, hogy figyeljem a tizet, nem, valami baj legyen. Aztán én itt folyamatosan ültem, és Hát komolyan vettem a munkát, iránt bíznátok az ilyen készítést, írjátok meg kommentbe. Aztán mentünk fel, mert még le kellett hozni néhány dolgot. Például itt ezt a másik husit, mert kétféle husit vettek a gazdíjék. Úgyhogy most ezt is le fogjuk vinni. Én is megnéztem, jól ezt úgy döntöttem, hogy ezt elkészíthetik. Hát megengedem nekik, hogy ilyet vacsorázzanak. Hát mindig engedélyt kell tőlem kérni, hogy például mit akarnak enni. Itt már nagyon izgatott voltam, hogy ezt is végre tegyék fel, hogy érezzem a finom életet. De gyerünk gyorsan, gyere, gyere, itt már készül a másik kusimám már majdnem kész. Aztán végre az ünök eszébe jutott, hogy fel kéne rakni ezt a kis köténkét. Aztán azt mondta, hogy fog készíteni néhány mellé képet, majd amit az Instagram oldalunkon tudtok majd megnézni, Varga a Regina néven találjátok meg a kasztit, és ott vannak rólam képek is, úgyhogy én azt javaslom, hogy kövessetek be minket, aztán ide kiültem és innét néztem a folyamatokat, azért ültem ide, mert itt jó magas van. mindent látok, látjátok? Innét ellenőriztem, én voltam a házőrző, végre ki tudtam próbálni azt, hogy milyen egy igazi házőrző kutyának lenni, utána ide felfeküdtem, mert már kicsit elfáradtam, olyan sokat szaladgáltam, hogy a gazdijéknak rám kellett szólni, mert azt mondták, hogy mellén most már pihenj egyet, de hát mondom, itt nem lehet pihenni, nem azért jöttem, azért jöttem, hogy szaladgáljak. Kipróbáltam ezt az ülőkét is, mert ide is ki lehet ülni. Itt nagyon sok helyre lehet ülni, és beszélgettünk a gazdival egy kicsit. Nézzétek meg! Két itt, itt lehet társadalom, mi szerintem egy ideig, ameddig a másik gazdi főzött, tudom, tudom, én úgy voltam vele, hogy lent kéne lennem folyamatosan, de hát azért csak csinálok mást is. Hát a gazdékra is rábíztam a vacsorát, aztán időnként ide jöttem, megnéztem, hogy áll a dolog, megszagolgattam mindent, itt belement az orromba valami, hú, de idegesítő volt, aztán most már kicsit megsürgettem a dolgot, mert már kezdett lemenni a napocska, és mondtam, mit tart ilyen sokáig ezen a vacsorán? Hát itt már kellett egy kis simogatást is kérnem, mert már kezdtem nagyon elfáradni, és éhes is voltam. Úgyhogy remélem, most már hamarosan elkészül ez a finom falat, amit itt főzünk. Egyébként javaslom nektek is, hogy ide akár nyáron, tavasszal, össze is tudtok jönni, mert itt bármikor nagyon kellemes az idő. Hát jó van, esőben azért olyan sok mindent nem lehet csinálni, de hát ne esőbe gyertek, én azt mondom, hanem amikor ilyen szép idő van, Ősszel én nagyon szeretek kirándulni, mert ilyenkor már nincsen ha három fog. aztán nézzétek meg, készül a vacsora, és végre én is megkaptam a kajámat, konzervet, mert egy kis szárazat, persze csak a konzervet ettem meg, aztán közben készítettünk egy élőt is, miközben ettem, és a nézőim onnit nézték, ahogy vacsorázok, és akkor azt így kérszétek el, hogy megszavaztatta velük, hogy vajon megeszem az összes szárazat, vagy nem, Írjátok meg, hogyha hát, ti hogy ott voltatok, azon az élőn, kommenteknél, német, akkor fogom tudni, hogy láttátok-e azt, és hogy mit szavaztatok, mert végül nem ettem meg az összeset. Itt már ilyen szépen ment le a napocska, és azt mondta a gazdi, hogy hú, Merlin, muszáj képeket készíteni, a holdról is, mert ez úgy nézett ki, mint egy fogpiszkáló, mi össze van hajlítva, nagyon vicces volt. Itt pedig már teljesen besötétedett elkészült a macsora, a gazdi megterített, másik gazdi pedig hozta a húsit fel. Én itt már teljesen jól laktam, úgyhogy szerencsére itt már csak nézegettem, és egy-két falatot kértem tőlük, aztán itt megbocsoráztak, és azt mondták, hogy hú, mennyi van, de szerencsére itt az állásodok hoztak nekünk szúnyogriasztót is, amit kitettek, és utána már nem értek a szúnyogok, aztán úgy gondolták, hogy este még megkezdik azt a borucskát is, én persze folyamatosan ellenőriztem itt a bunkat, Kibemászkáltam folyamatosan, mert ezt élveztem. Itt pedig már vacsora után vagyunk, és végre eszembe jutott, hogy ezt a kiskutyát szeretném megnézni közelebbről, de azt mondták nekem, hogy mérgesek lesztek a szállásadóink, hogyha megnézem. Elment az ajtó, és ott volt egy kislabda. Aztán azt mondták a gazdék, hogy ez ott nem kislabda, hanem az azért van, hogy ne csukodjon be az ajtó. Hát én ezt nem hittem el, hogy azért van, és egy kicsit ideges lettem, hogy miért van az a kislabda oda leragasztva. Mondtam neki, hogy később majd meg fogom nézni, de most csak kis kutyával kell foglalkoznom, játszni akartam vele. És azt mondta a gazdik, hogy ha nem hagyom békén ezt a fehér kutyát, akkor el fogja venni, mert ez nem kutyajáték, játszik a kutyajátékokkal. De hát mondom, egy kicsit csak megnézhetem. Aztán azt mondta, hogy jó van, Berlin, egy kicsit megnézheted, de nem nézheted meg sokáig. Nehogy vének, nem valami baja legyen, meghúzkodtam itt falkát, a, a fülét, de ennek olyan súlya volt, Nagyobb volt, mint én, nehezebb. Aztán alig bírtam el. De mondom, mert milyen jó lenne birkózni. Utána, miután már nagyon sokat akartam a fehér kiskutyával játszani, előszették az bölcit, Jó, ha mondom, nem kell, minden a ezzel szoktam játszani. Vennem az a kislabda érdekel ott a sarokban, és nem akartam elhinni, hogy ez nem kislabda. Aztán mondták, hogy Berlin, menjék ki még egyet este, nézzék körül, milyen sötétbe, és tudjátok, mit vettünk észre hogy itt van egy csomó kivilágítás is, mennyire menő már gyertek, nézzétek meg, milyen jó néz ki. Aztán kihoztam a kék kis labdámat is, mert azt is elhoztam, és mondta a gazdi, hogy ne vigyem ki sötétbe, mert nem fogjuk megtalálni. Persze kivittem, és utána egy órát kerestük, hogy hova rejtettem el. Na de, ez az első nap, ennek hamarosan vége sajnos, még itt játszottam egy kicsit a kacsával, Hú, és most már aztán teljesen elfáradtam, de ennek a videónak lesz egy második része, mert holnap fogunk menni kirándulni és felfedezni a környéket, úgyhogy az is nagyon izgalmas lesz. A szállás elérhetőségét letettem a leírásba, hogyha szeretnétek ti is idejönni, ahol én voltam, mert nekem nagyon tetszett, behoztam ide a az ágyba az Angry de végül fogok alunni, a úgy döntöttem. Hát, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok egy lájkot, és jó éjszakát kíván. Mindenkinek találkozunk hamarosan. Na no, cső!